Ez itt az Adja Gyötöst, szénégető Rihár műsora. Adja Gyötöst, a a A műsort a PPO Presents készítette. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Adja Gyötöst második évadának harmadik adásában, ahol a vendégem Galamos Dorina énekesnő. Szia! Szia! Nagyon örülök neki, hogy Dorina itt van, két okból is. Egyrészt, mert tök sok hallgató, néző követő kérte. Másik pedig az, hogy olyan listákat hozott nekünk, hogy teljesen el voltunk rajta ámulva. <laughs> Tényleg, figyelj, megmutattam az egyik uh, ilyen, van egy törzs hallgatóm, aki már egy műsorszerkesztésben is befolyik néha, és viszik imádom, akárki is ez, mondom, nem mondom meg, hogy ki ez. Figyelj, nagyon, annyira jó listák, de és nagy... mondta, mondtam neki, hogy tiéd, azt mondja, hát eddig szerelmes voltam, majd most már aztán végképp. Úgyhogy... <laughs> nagyon kedves. Örülök, ha tetszik. Abszolút. Hát van miből válogatni, mert ilyen két, já, két lábon járó zenei múzeumnak is nevezhetném magam már, mint a, amennyire sokféle zenei műfajt hallgatok, meg nagyon sok zenét, úgyhogy nagyon nehéz volt listákat csinálni, vagyis addig, amíg nem kezdtem gondolkozni rajta, hogy de még mi fér ide? Mert Figyelj, mondom, van. amit mondtam az előbb is neked, mindenki azt szokta mondani, hogy első két-három név az úgy aránylag könnyen megy, és akkor utána amikor már csak két hely van, akkor kezd kicsit nehezedni a dolog. És hát igen, én megpróbáltam a saját listáimat egyszer összerakni, nem sikerült. Úgyhogy pedig itt a, a, kollega urak nyaggatnak, hogy kellene csinálni egyszer egy inverzet, ahol a stáb kedvenceit beszéljük ki. Mm, nem lesz ilyen sose. Kökre megnézném. De biztos, hogy meg fogjuk egyszer csinálni, csak nem tudom hány órás adás lesz, de nem baj, nem én vágom úgyse, úgyhogy. <laughs> Hát akkor kezdjünk neki, azt mondom. Ja, ja. Hoztál egy olyat, hogy top 5 zenész előadó. Top 5 zenész előadó. És kezdődik rögtön úgy, hogy az Isteni Krisz -e. Igen, mert Krisz hát a kezdetek óta nagyon bírtam, és igazából, hogyha feltennék azt a kérdést, hogy ki az, akivel nagyon szívesen duetteznék, de már nem él, de akkor is, ha mégiscsak lehetne, akkor biztos, hogy ő lenne a válaszom. Mert nagyon tetszik, ahogy énekel, tetszenek a zenék, amiket írt, mind a Soundgarden, ugye az eléggé megérintett engem a Mrs. Kambó zenekarommal, csakre mondjuk jazzes stílusban, de átolgoztuk a Black Hole sound meg maga az a videóklip is nagy hatással volt rám kiskoromban, eléggé félelmetes volt. <gül> ah, <gül> <gül> igen, az elég creepy klip, és, talán és igen, és aztán meg nagyon haragudtam is rá, hogy ahogy meghalt, és pont aznap koncerteztem a kuplunkban, még a River of Last zenekarommal, és akkor előtte olvastam ezt a hírt, és tökre kivoltam azon a koncerten, majdnem elbögtem magam két szám között, hogy miért csinálta ezt? Hát um... Amúgy én teljesen értelmetlen emlékszem, hogy a, a, feleségemnek annyira az agyára mentem a napokig, hogy figyelj, hidd el, tuti, ki fog derülni, nem öngyilkos lett, véletlen mm -hmm. volt, megölték, minden. Olvastam a teóriákat, mondtam, és mondta, hogy hagyjál már békén, ő eleve ő nem is, nem, nem is rajongó, meg a műfajt is nagyon mm. szereti, de itt teljesen az agyára mentem. De az tényleg, e mert tök jó, szép család, gyerekek, meg minden így, nem gondolná az ember, hogy mégis. Teljesen értelmetlen szar dolog a depresszió. Ja. Az biztos. Arra emléksz, hogy hogy találkoztál el vele először? Hát szerintem talán a, a Black Black Horse a klipjével az MTV-n. Vagy Vivacvájon, mert már nem is tudom, melyik volt előbb kiskoromban lehet, hogy a Viva előbb fogtuk, és ott volt egy kedvenc műsorom, a Fast Forward, és abban tök jó klippek mentek, nagyon jó előadók, és mind a, a grunge meg az elektronikus zene is, szóval, hogy ilyen nagyon nyitott volt maga a műsor is, és lehet, hogy annak köszönhetem, hogy én is elég nyitott lettem, mint zenehallgató. A, azért is kérdezem, mert hogy ugye itt teljesen ledöbbentem az előbb, amikor kiderült, hogy hány éves vagy, és nem mondjuk el a hallgatóknak, mindenkinek legyen meglepetés, ha esetleg utána akar nézni, és hogy ugye így akkor te teljesen real ba csatlakoztál be, gondolom, amikor még a zenekar aktív volt ugye a Soundgarden. Yep. És van mondjuk kedvenc Soundgarden lemezed? Na például ezt nem gondoltam így végig. Mert már régen hallgattam, mondjuk így soundgarden inkább audioslévet szerettem jobban, és most meg nem mondom annak a lemeznek a címét, de például legutóbb is, amikor Amerikában jártam, nagyon jól esett hallgatni, az olyan igazi autózós, vagy egy barátnőmmel mentünk wellnesskedni, és akkor is a, a, azt a lemezt hallgattuk, és egyszerűen nagyon-nagyon jó számok vannak rajta, és tök jó utazáshoz. Hát mondjuk a, talán az app szerintem is ez a test. test kik, a Like kikapcsol. a Stone van. Nem az nem a az a... Első, első, első. igen. Igen. Akkor az a neve. Jó, azért nem jut eszembe. A szóló hogy állsz a szóló Hát, abban annyira nem merültem bele, inkább ilyen vagy ilyen koncert felvételeket néztem Youtube-on, de ö, itt most igazából mint előadóra... Fókuszáltam ennél. Az, 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 azért kérdeztem, csak már nagyon meglepett van a hasznot, hogy persze, hallgatom, szeretem őket, mert érdekes módon neki a szólalemezei szerintem nem túl jók. Sőt, van egy olyan, ami kifejezetten pocsék. Oh. És az csinált egy ilyen pop sokat. Csinált egy ilyen és és szeretem a jó popzenét, zenét, ezzel részével nincs is baj, uh -huh. de ez nem jó. Ja, Az egyik James Bond Igen. számban is Igen. közreműködik. Hát az pont, nem pont, pont, az a ez olyan jó, szerintem. Meg mondjuk én, a, igen, azért mondjuk azért szerettem az audioszlévet is, mert olyan zenészekkel játszik, mint a Tom Morello. És akkor így én ilyen komplex, komplex néztem a... Vagy, hát, vagy úgy szerettem meg. Érdekes, hogy Bridging as the Machine, például csak az elsőt mm. szerettem, és utána esett le a többi, amikor az audioszlévbe így hallottam, hogy amúgy milyen lenne az a zenekar, lenne egy jó énekes Aha. benne, és aztán így elkezdtem visszaesni, no, hogy tök jók ezek a lemezek, csak hogy először így nem, nem el, elvitt a fókuszt, ugye azek? Hát meg az olyan egyedi gitározás, hogy ilyen tök elvarázsol. Szóval igen. Aztán hozta egy nekünk, hogy Ella Fitzgerald. Igen, őt azért írtam föl, mert virtuózis, meg ugye én jártam a, a jazz tanszakra, a zeneakadémián ott végeztem, és, és, nekem mindig nagyon bejött, ahogy ő énekelt, meg az egész a hozzáállása a zenéhez, és az, hogy, egy, hogy hangszerszerűen énekelt, vagy ahogyan szkettelt, meg ugye egy csomó zenésszel lógott, és ugye ez rám is jellemző, és egy csomószor szeretek én is szkettelni, mondjuk, vagy improvizálni, úgy, mint egy gitár, ahogy játszik, meg kiskoromban is. Ez talán azért van, mert úgy hallgattam a zenét, hogy így külön-külön hallgattam a, a, hangszereket, és akkor flasheltem rá. Ez tök érdekes, hogy én is szeretem úgy hallgatni, úgy meghallgatni egy lemezt, hogy, lemez, hogy itt most csak a dobra figyelek, vagy csak a basszusgitára figyelek. Sőt, de van, aki meg nem is tud itt zenét hallgatni. De hogy, 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 csak erre vagy, csak arra figyelsz? Ja igen, ezért fontos, hogy mikor milyen zenét hallgat az ember. Például utazásnál tök jó, hogy ki tudod figyelni. volt mondjuk az Incubus zenekar és a Science című lemezük, amit még annó régi zenekaromban az egyik gitáros mutatott nekem, onnan jön majd később rátérünk erre az Incubus Ö, ugye a koncerttérménynél föl volt sorolva, ö, és hogy évekkel később is mindig ö, újabb és újabb dolgokra rá tudtam flesselni, ami megy abban a zenében. Szóval ezért én szeretem ezt. És akkor a, a jazz ö, pedig, hát igen, az is, ö, nagyon sok sok ö, mindent tanultam a, ma ott a jazz tanszakon is, meg ö, így, hogy megismerkedtem az a műfajjal is behatóan, így ö, onnan őt emelném ki. És Elafidzsanád, ahogy találkoztál? Hát ö, igazából le lemezen hallottam így énekelni. Meg ö, például, amikor le kellett szedni ilyen ö, improvizációkat. És akkor ö, én nekem volt egy ilyen. Az, az szerintem a záróvizsgám volt, amire amire az egyik dalt, meg nem mondom már mi a, mi a, címe, de volt benne egy jó hosszú improvizációs rész, és azt leszettem, és akkor a ex-zongoristám a Sárközi Fanni, aki a Mrs. Kalambóban játszott, ő ott tanított a tanszakon, és akkor mondta, hogy je, yeah, ez nagyon oda lett téve. <gül> <gül> és akkor így, ja, így jött, szóval, hogy igazából a, a jazz miatt, meg a, amiket ott tanultunk, ugye nagyon sokféle zenét ő, tanultunk ott, de ugyanúgy klasszikust is, mert olyan óráink is voltak, szóval elkezdtük a kezdetektől, és ő, mindenféle korszakot átvettünk, szóval ő, ő, volt nekem a legkedvesebb. Mert van akinek az Etta James, vagy, vagy a Billy Holiday, de nekem az Ella. Tök érdekes, hogy most, amikor ugye így Utána néz az ember, mikor kész a, a műsor, hogy mi az, amit mondja, amiről mondjuk nevezetes, vagy ilyesmi, és nem tudom, hogy láttad -e, de ha mondjuk rákeresel, akkor a Wikipédia elsősorban ő nem, őt nem énekes sorolja. Na hát. Hanem televíziós személyiségnek, a televíziós műsorvezetőnek. De komoly. Nem, nem tudom, hogy miért. Jó, mondjuk de a Wikipédia egy... szerintem egy már Mármint. Abszolút. Akkor a hülyeségek vannak, mint kb. fizetned kell, hogy rendbe rakják. Azt hiszem, ezt én sem tettem meg, úgyhogy nálam is biztos hülyeségeket írnak. De mindegy, leszarom. <laughs> Egyébként tudod, melyik az egyik kedvencem? Ami ö, karácsonyi zene és a, és a az a című, hogy Baby Cold Outside. Jaj, igen, igen, igen. És az igen, egy duet, és az a legviccesebb, hogy most voltam egy-két hete Miami-ban nyaralni, és a a szállodának a, a teraszán, ahol ültünk, és sütkéreztünk a napon, a, a, egyszer csak beadtak egy ilyen playlistet, amiben benne volt ez a dal is, és mondom, király, mi, mi itt minden nap karácsony, annyira jól éreztük magunkat, és, de jó, beadták a Baby is Cold Outside-ot, és közben megrohadtunk a melegben. Hát igen, azért van egy nagyon kedves barátom, aki Floridában él, és mondja, hogy Sose gondoltam, hogy egyszer pálmafát fognak díszíteni karácsonykor, és amúgy, 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 az is tud nagy fleslen. Igen. Hát aztán utána itt ugye megérkezünk a, a listák egyik sarokpontjához, a Csino Morenohoz, a Defton szénekeséhez. Igen, hát ő meg azért, mert szerelmes voltam belé kiskoromban, Hát meg azért, mert a, szerintem a világ egyik legjobb koncertzenekara. Én legalábbis jó sokszor láttam őket élőben, és nagyon-nagyon tetszett mindig. Meg uh, nagyon szeretem az zenéjüket, tökre magával ragad, meg kurva jó a dobolás is, meg egy ilyen tök jó hangzást gyúrtak ki, és mind a mai napig kurvára menők. Szóval így bármikor, hogyha meglátom, hogy Deftons koncert lesz, akkor oda megyek, és biztos, hogy garantáltan jól fogok szórakozni. És egyébként meg a White Pony azért a kedvenc, az egyik kedvenc lemezem tőlük, mert hát mert arra majd rátérünk Igen. később. Jó, azt é. majd később elmondom. É. Meg kíváncsi vagyok, hogy tehát, hogy ugye a csinónál, ha már ugye mint, mint zenész előadott is felírtad, hogy, hangkaraktere, a személyisége, mi, mi volt az, ami megfogott annyira, hogy szerelmes legyél Aha, ez a hangkarakter, meg az a speciális technika, hogy ő énekel, és ő például imádom a, van a Crossies című projektje, amit még visz, ami kicsit elektrósabb, és azt is nagyon szeretem hallgatni. Tök érdekes, hogy én nem tudtam, hogy az az ő projektje, és az elején említett hallgató, félig meddig szerkesztő barátom mondta, hogy ezt hallgass meg, ez neked nagyon fog tetszeni. És ugye mondtam neked adását, hogy én nekem nem annyira kedvencem a Deftones, és elkezdtem hallgatni, az tök király mi ez, és de elmondta, no, nem, is jó. De így, így érdekes, hogy ez a Deftones dolog, mindig próbálkoztam velük, és mindig úgy amikor hallgattam, akkor tök tetszett. De valahogy nem jutott eszembe utána, hogy elővegyem és hallgassam magamtól. És tavaly megnéztem őket a parkba, és az a koncert viszont meg tök tetszett, amíg ott voltunk. Mm, és ugye utána így, így, napokig benne voltak dalok a fejemben, és akkor hallgattam én is úgy, és akkor így rájöttem, hogy igazából tök jó az a banda, de most megint nem hallgattam hónapok ott, de úgyhogy úgy, majd, ahogy mondtam, tuti adást fogom megint. De, jó. de ez ilyen, ilyen, de ez jó, hogy elmentél is, megtette. Figyelj, az, ott mm mondta egy cimborám, hogy nagyon szeretne elmenni, de nincs kivel. Én meg pont, nekem pont úgy jött ki a lépés, hogy kaptam el egy egyet ajándékba, és mondta, akkor figyelj, Isten je, menjünk el, nézzük meg, és már csak azért megértem, mert nagyon jó barátokkal találkoztam uh -huh. ott, akikkel egyébként nem szoktam, vagy csak nagyon ritkán, és így tök jó volt, és talán így, így, így barom jól esett az egész, nagy, tök jó egy nyárest a Igen, így. nagyon jó volt, meg hát igen, az a kör is, aki ott lógott, összefújta a szemetet a szélt. <laughs> Szoktuk mondani, igen, jó sok haver is ott volt, és ez fontos, hogy szerintem, hogy minél többet menjünk koncertre, mert úgy Abszolút. az igazi, főleg az ilyen zene, mert egyébként azért is annyira jó ez a zenekar, mert meg tudják valahogy úgy keverni lemezre is, hogy tökre húzzon, de, de azért lássuk be, hogy az ilyen a rock meg a metal az mégiscsak élőben az Holj igazi, ne. amikor így a... És tök érdekes amúgy, hogy a, a, az a pont, amikor először elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, egyébként a csínónak milyen jó hangja van, nagyon sokáig nem próbálkoztam a deftones és ugye én tagja vagyok a Hammer World és valamelyik lemez hangpróbás volt, hogy le kellett pontozni, meg kellett hallgatni, tök jó volt, és utána jött a Mike Sinodának a szólólemeze, és ott egy dalba a duettet énekel, a, hogy ő a refrént a dalba, uh -huh. ugye a Mike meg a Machine Gun Kelly rappelik a verzéket. És annyira, tehát ez a így elutaztat uh -huh. a hangja, tudod, hogy énekel, és így becsukod a szemed, és így, felfekszel a hangjára, és elvisz És magával, tök szexi és szerintem. Nagyon szexi a hangja, vagy a, a, ahogy játszik vele. És Mindegy, most már lelővöm, szóval volt egy csávom, nem tudom, fiatal koromban, és amikor kijött ez a lemez, akkor így erre óriásigakat szexeltünk erre a lemezre, és így valahogy így összepárosítottam, hogy ilyen, ez ilyen jó, minden jó, és amikor meghallgatom, így yeah. meg, meg akkor voltam kicsi, meg elkezdtem, hát ilyen volt egy new metal zenekarom a námp. és akkor kinyílt a világ, tudod, és egy csomó jó zenét mutogattak a fiúk, és akkor így gondolom, ahhoz is kötöm. Ahhoz a korszakhoz is, hogy azért is szeretem, mert tényleg, jó volt. És ugorjunk egy Jack White-ra, hogy azért még maradjon majd Puska a White hoz Jack White tök érdekes, mert az előző adásban Tutor is hozta őt, és Zolinak is mondtam akkor, hogy ugye én Jack White -ot mindig a White stripes kötöttem, és ennyi. És tudod, mikor elkezdtem utána nézni, hogy amúgy az ember mennyi mindent csinált, mm -hmm. és milyen elképesztő sikeres, tök durva. Hát igen, én azért szeretem őt egyébként, mert ő egy intézmény. A csávó egy intézmény. Tényleg nagyon szeretem a a is, a, a The Dead weather hát az különösképpen. Meg, meg egy csomó jó dolgot csinál, és ő is kigyúrt egy olyan fajta gitározást, meg olyasfajta fajta dalszerzési metódust, vagy nem tudom, nagyon sokféle zenét vág a csávó, és ezt lehet hallani is, ahogy játszik, és uh, meg blúzosat is, meg, meg, minden, és még közben tök menő hangja is van hozzá, és jó arcokkal veszi körül magát, szóval ezért én nagyon tisztelem. De vannak, ki azt mondja, hogy óriási oh, nagyképű, vagy valami, de... Figyelj, Ezt nem tudhatjuk, hiszen ha, nem ismerjük se, személyesen. Meg hát most ha, ha nem, akkor a, mit tudom én, csak egy összeszámoljuk gyorsan, van öt szólalemeze, 6 hat white meg ugye még 3-3 egyéb, és van 12 Grammy díja, Ma mondjuk van mire arcos. Meg mi is azért, érdemli, tehát, hogy... és hogy mögé áll zenekaroknak direkt újakat kutat, és akkor segít nekik fesztiválon fellépni, meg zeneboltot csinált. Van egy ilyen tök jó videó a YouTube-on ma nem is tudom, kimutatta, de hogy egy csinált zeneboltot, ahova be lehet menni, gyakorolni, tele vagy jó gitárokkal, meg. szóval, hogy így jó arc lehet, szerintem. Hát meg most szerintem a, ezeknél az előadóknál, ugye tök nagy dolog az, hogy most mit tudom, én nem is tudom, a legsikeresebb daloknak több van, hány millió nézettség a Youtube-on, vagy lehet, hogy már talán milliárd is, és hogy azért így, így mégis meg tud maradni itt, hogy tudod segít kezdő a ja. zenekaroknak szóval az óriási dolog. Tehát, hát ez, ez, fontos. Ez, ez, nekem is mindig nagyon sok, pluszt ad. Igen, meg, a, meg, az, igen, hogy felkaroljon a, a, következő generációnak segítsen. Aztán osztadjad, hogy PG Harvey. Igen. Ő nem lepett meg, megmondom őszintén. Valahogy, valahogy mindig is láttam a karakteredben egy kicsit PG harvey -t. Igen, mert őt nagyon szeretem őt is, így gyerekkorom óta kb. úgy a zene, zenetévékkel jött vagy nem is tudom, talán a Good Fortune volt az az első videóklip, amit megszerettem tőle, de a, ott volt a Desert Session, a, amikor a Joe Showmival nyomultak, és ja tényleg a, úgy, úgy, ahogy a csinót, úgy a Queen a, a of the Stone Age énekesét is báványosva néztem és hallgattam kiskoromban, és még most is egyébként bármit csinál, az, az a fószer is oda teszi magát. Ő <laughs> tök bírom amúgy én is. És Igen. nekem a kockás a... inges csávó. <laughs> a nagy darab, ez tök jó. Nekem a csúcsa az a életműben a lemez, amit az Iggy Popnak csinált. post -pop depression, az szerintem zseni. Na hát. Azt még nem is vágom. Tényleg? Ja, most mutatta el egy újat. 16-os azt hiszem, de figyelj, az 10 dal, vagy 9 dal talán csak, de így de beszúrok egy ilyen sztorit ide, hogy nem voltam nagy gigi fan, mindig is elismertem, meg tiszteltem, meg, meg több lemeze meg volt addigra, de hogy valahogy az a, az a nagyon nagy rákattanás elmaradt, viszont meg mondjuk a Queens of the Stone Age-et azt úgy bírtam, meg hát a Caiuszt meg nyilván bírtam, uh -huh és egy játékon nyertem egy vinilt ebből a lemezből. Oh. És így megjött, elkezdtem hallgatni, és olyan irtózatos módon rákattantam, hogy utána ebből volt egy nagy koncert, amit kiadtak blu ray meg cd és azt is megvettem, nyilván mindent begyűjtöttem hozzá, és onnantól fogom, meg így visszamenőleg is pótoltam a hiányosságokat az Popnál, és ott tök érdekes, hogy egy-egy ilyen lemez, amit elsősorban a Josh Homi miatt játszottam a lemezért. De de Hát ezt be fogom én is pótolni, mert egyébként Iggy láttam ő élőben, és meg, meg, úgy, unblock, ő a rockstar. Így képviselője. Hát, abszolút nekem, ha, T -t tök, jó nyomja. Nem az... tudom hány éves. 70 de... fölött van már. Ja. De, mondják, de, még kell, mindig pörög, mint állat. Kell mondani, hogy rockstar akkor nekem is az első között ő szokott ja. eszembe jutni. És Pigi harvey hogy találkoztál, hol találkoztál összör? No, szerintem zenetévén zene ugyanígy. És uh, utána azért is írtam föl, mert később az album miatt, uh, ahol ki is emeltem az egyiket, amit nagyon-nagyon szerettem, a válcsókot. És uh, azt meg ajándékba kaptam egyszer karácsonyra, és uh, az teljesen magával ragadott az a lemez, mert olyan valami kísérteti, és hát egyébként tényleg kísértetekről is énekel benne, meg, meg azon tanult zongorázni. Imádom van őt egyébként, így kigondolt, hogy megtanulok zongorázni, és áh, akkor most már írok számokat, és ilyen tök jó, ilyen túlvilági, ilyen misztikus hangzása van, és imádom. Tök durva amúgy, hogy nekem ő annyira későn esett le, valamikor szerintem tavaly nyár környékén beszélgettem egyszer a Gróf Balázszzal, és a Balázs mutatott egy képet róla, meg egy klipet, <laughs> hogy nézzem meg. És ránéztem ezt a képre, hogy hm, mondom, érdekes a karakter van a csajnak. Uh -huh. hát, hogy ilyen, ha ránéz, ránézel hirtelen, akkor nem feltétlen mondod rá, ez a tipikus, ilyen, ez a klasszikus szépség, uh -huh. de úgy rajta marad az embernek a szemet, hogy van valami olyan a, az egyéniség, hogy Aha. már egy kép alapján átjön. És Igen. hogy így belehallgattam, megnéztem azt a klippet, meg utána megnéztem még egy pár, azt Teljesen Igen. Elk elképesztő, tudod, és hogy ilyen, ilyen érdekes, hogy uh, ugye pont akkoriban volt ez, amikor ugye a Turán Eszter hozta uh -huh. szintén a műsorba a saját listáján, és hogy tök király, hogy uh, azért szeretem többek között ezt a műsort, mert néha olyan előadókat tudok így megismerni a vendégek által, hogy lehet, hogy előtte nem nem, nem volt motiváció, hogy hallgassam. És Meg ugye... az a nő egyébként zseniális, szóval, hogy ő olyas, olyan sokféle ö, zenét csinált már ilyen, vannak ilyen korszakai, meg euh, ja, tényleg a kedvencem, amikor a Who the Fuck című szám, ilyen nagyon rövid, és euh, tök jó videóklipje van, azt ajánlom, hogy nézze meg, aki még nem látta, euh, az kiskoromban így beégett az agyamba, és szerintem így, minden lázadást, amit akkor éreztem, az, a, a, az euh, szimbolizált az a klip. <laughs> És akkor ugrunk egy kategóriát, és átmenjünk oda, hogy top 5 zenekar. Top 5 zenekar. Ahol nem meglepő módon úgy kezdünk, hogy Deftons. Ja, hát igen, mert jó, ma írtam ezt a listát, azért tegyük rendbe a dolgokat, és akkor ha mondjuk egy hónapig gondolkozhatok, akkor biztos valami más, hogy alakult volna, de így visszatérünk. Nem, figyelj, én szerintem lehet, hogy jobban járt, hogy nem gondolkoztál rajta annyit, mert van olyan vendégem, aki majd azt a következő hónapban fog jönni, nem, bocs, egyel utána fog hmm. jönni, és például már két hónapja gondolkodik, és az elmúlt két hónapban többször is kaptam tőle olyan levelet, hogy nem szeretlek. Mert hogy annyiszor írta át hát a oh, megvan, nem, átírtam, nem jó, még, nem, még sincsen meg. Lehet, hogy jobban jársz az jaj, a jaj, jó. Meg, meg, az embernek is vannak korszakai, éppen mibe van, mindig uh, feljön valami új zenekar is, egy csomó csomót. Azért inkább uh, mondjuk régebbi dolgokat írtam, mert, vagy olyat, amihez folyamatosan visszatérek mondjuk Spotify-on. Mert, uh, mert egyébként meg nagyon sok olyan van, ami így följön új, és akkor uh, el vagyok vele hónapokig, de aztán meg elfelejtem. Wow. És Deftons volt az én első nagy szerelem. És uh, igen, mert az így meg is maradt, mert azért voltak ezek a ja, ilyen new metal a, a, amikről a Leanderrel is beszélgettetek, hogy igen, volt ez a korszak, de hogy így, voltak, akik följöttek, eltűntek, vagy izé szétesett a, a, banda, és meg egyébként ez maga az elnevezés is nagyon nyomi volt ez az egész, mindenki utálta szerintem. Igen. De ők megmaradtak, és, ilyen, és még mindig jók. És a mai napig szeretem, meg, meg tényleg ja, a crassist is. Szóval ennyit, csak ezért. Meg azért, mert kurva jó elmenni rá koncertre is, mert mindig azt kapom, amit Na, megmondom őszintén, hogy a következő zenekar, ugye azért nem ragadunk le itt a Defton, már volt is, uh -huh. lesz is, hogy kivesézzük rendesen. Végre van valami új. Igen. De a, a következő formáció, viszont nem, nem voltam velük képbe, uh -huh. és itt uh, aztán rájöttem, hogy de. Ugye itt egy picit előre spoilerezek most én, hogy a film kapcsán, a filmzene kapcsán ismerted meg őket, vagy te addigra már Nem, ismerted én őket? én addigra már az egész munkásságukat tudtam, oh. és én már háromszor voltam Sunlux koncerten, és akármennyiszer jönnek, és szerencsére jönnek Magyarországra megint, mert valamiért megszerettek itt, <laughs> itt lenni, és itt játszani. Én mindig elmegyek, mert az szerintem a... Hát a játszás is, meg a komponálásnak is a csimborasz szója konkrétan az a zenekar. Szerintem attól nincsen följebb. Egyszerűen a, a, technikailag is, meg, meg tényleg az egész, az ő saját világuk, az annyira elvarázsol, és olyan magasztos, tényleg olyan patetikus az egész, amikor amikor csak hallgatod is, vagy, vagy amikor elmész és nézed, hogy hogy játszanak, nagyon szórakoztató. És na az egy koncentrálós zene, de én szeretem hogyha koncentrálós zenékből beszélünk, akkor például azt nagyon szeretem hallgatni. Hát így, így ugye idefelé a, a vonaton hallgattam, és ugye Spotify segítség, top 10 dalatod és így Jaj hogy azt vettem észre, hogy, hogy, vége, és már majdnem ide értem, tudod, mert hogy Aha. így pont ez, hogy annyira belemerültem sokszor, és ilyen te, tök egy, nem is tudom, mi a jó szóra, de tök érdekes a hangszerelés, uh -huh. meg hogy ugye néztem, hogy uh, ilyen elektropopnak, vagy minek kategorizálják őket, de azt mondom, az annyival több ennél, hogy ilyen nem, nem tudnám Igen. ide, ide le, le, Igen. lehúzni. Yeah, no. És főleg, amikor ilyen kórusokat alkalmaznak, egyszerűen tényleg olyan emelkedett hangulatba kerülsz, hogy ez valami nem is evilági dolog. Úgyhogy, úristen, útra tehetségesek is, útra cukik is egyébként tavaly, amikor az akváriumban játszottak, pont még a buli előtt kint ültem a, ott a teraszon, és még éhes voltam, és valamit még gyorsan be kellett nyomnom, és így és pont lesétáltak a lépcsőn, és ez ilyen priceless volt, hogy a dobos így, biztos meglátta, hogy így eszem, és így <laughs> áh, és akkor így oda viccentett, talán még kacsintott is, és így teljesen odáig voltam, hogy kösz, hogy eljöttetek megint. <laughs> akkor azért te rajongó alkat vagy, jól én rajongó alkat vagyok. Én szeretek rajongani. Szerintem az jó dolog. Abszolút teljes mértékben egyetértek ezzel. <laughs> A... Hogy ismerted meg őket? Ha, ha, ha nem most, hanem elkezd neked egy régebbi felfedezés, emlékszem még arra? Talán az Spotit dobta föl, és utána egyből jöttek is játszani, és akkor elmentem rá, és akkor rájöttem, hogy élőben is. Talán a Dürerben volt egy koncertjük, amit hm. először láttam. Nagy termes. Ja. És akkor hát egyből egyből belezúgtam. <laughs> Tényleg állati jó zenészek vannak benne, meg az az éneklés, úristen, attól meg ki vagyok, hogy a csávó úgy énekel, mintha egy öreg ember lenne, meg az a vibrátója. Tényleg, hogyha becsukod a szemed, vagy ha még nem láttad őket, akkor először olyan, olyan megfáradt a hangja a csávónak, de olyan jó erre a zenére, olyan jól ül. Úgy valami nagyon furcsán, különlegesen jó kombináció ez, ahogy ők, és egy trióról beszélünk, ami meg tök nagy dolog, hogy azért az, az nehéz műfaj, hogy három ember ilyen durva dolgot csináljon meg. Hát a... És látszik, hogy nagyon egymáson vannak, nagyon jó haverok is, meg így, hogy állandóan együtt lógnak, mert csak úgy, szóval viccelődnek, dobálják egymásnak a témákat, nagyon jó. A, megint csak a Májk Sünodát tudom felhozni, hogy mikor a Sünoda volt az arénában pár éve, ott volt ugye ez, hogy ott helybe raktak össze mindent, és ők is hárman uh -huh. voltak, és tök fura volt, hogy, hogy igen, tehát az, az valahogy ott, ott nem, nem tudsz alibizni, ha hárman vagytok, tehát igen. az ilyen kemény műfaj, igen. Mert a következő zenekarra azzal nagyon kegyetlenül megleptél. A Mars voltál hát, Pedig ez nem meglepő, vagyis hát onnan kell származtatni az egészet, hogy volt az Ed The Drive-In zenekar, és erre konkrétan emlékszem, hogy a Viva láttam meg a One Armed Scissor <laughs> című ultra jó ö, daluknak a videóklipjét, és így annyira kivoltam tőle, hogy anyám, ez a csávó tök jó, óriás hallja, meg hogy így, hogy pörgeti a mikrofont, hogy nem veri fejbe vele magát, vagy hogy nem elti el, meg mekkora pánkság ez az egész, hogy egyből belezugtam, és akkor a Marsz volt az inkább akkor ragadott magával, amikor a Jaston szakon így besokaltam, és mentem haza, így utolsó óra után, és akkor így mindig, amikor uh, valamit csinálok, akkor utána valamilyen zenét játszom, akkor utána az ellenkezőjét szoktam hallgatni. vagy jó. Szóval, hogy így, á, már valamiből már elég volt, akkor jöjjön valami szöges ellentéte. És akkor így, oké, okay, már elég a jazzből, és akkor így mehetem, uh, hát az volt. És hát Melyik az az album? Delused in the vagy valami ilyen izé, Igen, valami, valami ilyesmi, ilyesmi, ilyesmi és akkor úristen, emlékszem hogy így, mert mint így beleégett a, az agyamba, amikor így megyek föl a mozgó lépcsőn, és így oh, te király ez a zene úristen, de jó felszabadító érzés már, mert már éppen untam, amit csináltunk a suliba talán valami kórus óra volt, és már menjünk már haza és hát ez meg annyira ki van, tényleg, ki vannak ezek a zenészek, nagyon durvákat játszanak, meg annyira sok az a zene. De ezt akartam, azért ez is matek rendesen. Igen, é, de, én szeretem ezt. Én rájöttem, hogy már kiskorom óta nagyon gerjedek erre, hogy ilyen, úristen, miket játszanak így, így, tudod, amin, amin így lehet flesselni, még sokszor meghallgatni, hogy mire gondolt a költő. <laughs> Na igen. <laughs> Úgyhogy hogy egy, játszol le? Nekem ők egy sok voltak, tehát pont ez volt a bajom vele, hogy uh -huh. sok. És a, az van egy klubom és az üzlettársam imádja őket. És uh -huh. ő mondta, hogy á figyelj, hallgass meg, ez tök jó. És nem is tudom, az utolsó 12-es lemez uh -huh. volt az, amit lent a klubba többször hallgattunk, tudom, mielőtt bejön a közönség, még beállás előtt. Uh -huh. Ez az, és ott valami zenekar is mikor meg Oh, a marsz volt a de király, azt nem most már jóra hallgatom. Tudod? És hogy ilyen nehéz volt, nehéz volt, de aztán leesett. És ugye tavaly, amikor jött az új lemez, akkor nyilván pontosztuk a Hammerbe is. Uh -huh. Elképesztően sok volt, de megszerettem. És ugye most pénteken jött ki az új lemezük, azt még nem hallottam, de. úristen tényleg, de jó, uh -huh. de most jó, hogy. Erre szólsz. most nem kell tíz évet várni. Most a... le voltam maradva, de most uh, majd akkor újra rámegyek, mert közben eszembe jutott, hogy igen, jó. Nagyon jó hallgatni, a, múltkor mentünk, múltkor hát az tavaly volt, hogy Nagyváradra mentünk játszani Izzóval, és a, 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 rájöttem, hogy ott a kocsiban, hogy beraktuk újra, és a, ezeket a régi lemezeket, sőt, vagy három lemezüket is így végig hallgattuk, egy gyűjtőhelyünkben, és, és rájöttem, hogy fú, de jó, mert utána kurva jó volt játszani, hogy annyira inspirál, úgy, és most megyünk Erdélybe a héten játszani, Széke udvar helyre, meg és most megint lesz sok időnk, és szerintem megint elő fog kerülni, mert a fiúk is nagyon szeretik. Túl lehet ismerkedni majd útközben az új lemezzel Igen. Aztán azt egyet, hogy Warpaint. Igen. Hát az meg a kedvenc ö, ilyen csajos dolgom, hogy ennyi jó csajt egy rakáson, ilyen szép hangúak, és, és még ráadásul Ugye ezt mondtam. tök jól is játszanak. Hú, már nem is tudom, hogy ki volt az a... De, ö, egy haverom mutatta elefánt, vagy valami ilyesmi volt az, az első számnak a címe, vagyis egy klippet mutatott, amikor így fúja a szélőket, ahogy játszanak, ilyen fehér, ilyen ruhákban vannak, és állati szexi az egész, és hogy olyan szépen énekelnek együtt a csajok, olyan jó, több szólamba. És ö, a legutóbbi lemezők az, az különösen nagy kedvencem lett. Ne. És, és egyébként a Pete barátomnak is, az Izzóból a a basszusgitárosunknak, ő is rájött, hogy de ez kurva jó, kéne ilyen számot írni, és akkor így oké, okay, rajta vagyunk. <gül> 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 nagyon tetszik a, a hangszerelés, és most ő talált is egy olyan ö, nagyon jó koncertvideót, amikor valami, ó, hol vannak, mint egy pince, valami ilyesmiben. Lehet, hogy majd utólag átküldöm, és akkor okay, okay. belinkeljük, mert az tök jó élmény volt végignézni, és akkor így azt a meg a Pít mutatta nekem, hogy nézd, már már hogy játszanak együtt, és egyre jobbak. Úgyhogy nagyon bírom a csajokat, meg ilyen, tényleg ilyen ételi hangjuk van, szóval azt is nagyon jó hallgatni, így, így utaz utazás közben vagy akármi. Aztán hozt egy jött, amin kevés elbaszottam nevű zenekar létezik Igen, a világon. Igen, a világ szerintem. leghülyébb nevű zenekara. Ez a Kinky Gizard, nem, de Lizard Wizard. És figyelj, teljesen meg voltam rajta döbbenve, hogy ez egy 12 éves zenekar, és van valami 21 két lemezük? Hát hogy ezek tavaly, őrültek. Tavaly kijött három vagy négy lemez? Igen, hát, ez... ezek nem tudnak leállni, hülye ausztrálok. <laughs> Nagyon királyok, egyébként. Ő, őket úgy ismertem meg, hogy a, amikor az első izzó, dalra forgattuk, az már elég régen volt, a videóklipet, akkor a Szőke Barna forgatta nekünk, vagy ő rendezte, és akkor ő mondta ott a forgatás közben, hogy gyerekek, van egy ilyen zenekar, hát ezek a kedvenceim, hát ezek annyira hibbantak, figyelj és akkor így mutatta, és utána valamikor egyszer csak az akváriumban láttam is őket élőben játszani, és így Tisztára agymenés, mondom, ez nagyon jó az a zenekar. És, és tényleg ő, ők azért felháborítóak, mert úgy írják a. hát így szorják ki a lemezeket, már bocsánat, hát A fogalmazásért, de, de hogy egyszerűen hol, honnan jön nekik ez a sok ihlet, bár csak ilyen gyorsan tudnék írni. Hát meg azt meg az, hogy nem is rövidek a dalok ráadásul, ilyen elképesztő sokrétűek, Igen. olyan váltások ja, vannak és benne meg olyan különböző. vizuál hozzá. Igen. Például van, egyszer ültem a pingrumbában, ebédeltem, és ott uh, tök jó volt, hogy ilyen valami uh, keleti hangzásvilágú dalok ment éppen, de hogy így Szóval annyi fajta zenét is csinálnak, meg az albumok között is, így mindig más a koncepció, hogy így követhetetlen vagy, hogy nem tudom, mit szívnak. De király, de kérünk, de ne hagyják abba! És akkor átnyergelünk a Top 5 albumra. Top 5 album. Ahol ugye Defton White Porn, amikor már így, így, ja. így csi csipegettünk hát, információkat róla. Igen, hát azon, úristen, szintén csak jó szám van rajta, szóval így. Annyian mondták, hogy ez egy ilyen jó lemez, meg olyan jó lemez, meg Ilyet van, olyan jó lemez. nagyon nehéz szerintem, hogy, hogy mindegyik, mindegyik szám ilyen Kijött ki ki belőle, uh, szemtán tavaly, vagy tavaly előtt volt az évfordulója, nem is tudom, kijött egy ilyen uh, négy vinil, két CD box litográfiával, gyönyörű, szép, megvettem, tudod, mert így szoktam ilyet csinálni, hogy megveszem, és akkor addig hallgatom, ameddig meg nem szeretem, már csak azért is, tudod? Ja. És hogy így, akkor tök rákattantam, amúgy én is tök sokat hallgattam. Ja. Hát, mert nem tudom, benne van az a menőség, ami akkor, nem tudom, 2000 hányban volt ez. Egy talán? Egy. Fú, jó az elején. Kicsi voltam még. <laughs> hát figyelj, én, 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 akkor töltöttem a 14-et. Na mindegy, szóval az én meghatározó volt számomra, és azért így azt egyből leírtam, főleg, hogy már az előbb is följöttek a különböző listákon. Egyébként ezt tök szeretem, amikor valaki hoz egy listát, és ez mondjuk majdnem végig ennyire konzekvens, hát, hogy vannak ja. elemek benne, mert ez azért jó, mert ebből szültem le, hogy rajongó típus vagy abszolút, Aha. mert hogy nekem is vannak olyan zenekarok, meg olyan lemezek, tudom, ilyen, ilyen nekem is van ha egy lemezt kell mondani, azt azonnal tudok mondani. Aha. Ötöt már nehezebben mondok, de egyet azonnal tudok mondani csípőből bármikor. Na no, például egy... itt, itt tök jó példa az Incubus, ami, amit kiskoromban imádtam, még a gombás lemezüket is, azt hallgattam először. Aztán a Science-t, és ö, meg a Crow Left of the Murdered, meg a, a Light Grenade, igen, az is, mert az koncertélményben az eléggé bejött, de hogy utána így valahogy eltűnt az, vagy így nem tudom, mi történt velük, de a lábhagyott a rajongásom, meg már nem olyan, már ilyen nyálas lett, és már, vagy kinőttem azt a korszakot, nem tudom. Az újabb lemezek nem jók szerintem ott. Tehát, ja. Hogy a... Pedig régen nagyon jó volt, és nagyon tetszett, mert nagyon jó éneklés volt, nagyon jó szövegek, nem ilyen egyszerű szövegek, nagyon szépen megfogalmazott, tök jó szövegek voltak, és az, az nekem mindig nagyon tetszett, szóval az, az mondjuk abban inspirált. Meg nagyon jó koncertzenekar is. Nagyon jól játszanak, szóval... Élőben nem láttam meg én, én igen, többször is, úgyhogy... Majd erre rátérünk. És <laughs> melyik a kedvenc White Pony -ra? Van ilyen? Jaj... Szemét kérdés tudom. Igen. Á, nem akarok. Oké. Okay. Nem jó. tudok választani, nehéz. Jó, le, legyen elejét a És mindig a Big <laughs> Mindig az azért, azért, mert az ilyen korszakalkotó az a dal. És beugrik a klip is. Ah. az a baj, hogy utána már az összes deftonszos dolog beugrik. Akkor már Diamond Eyes meg ilyen izé dolgok is, mert még mindig tudnak tök jókat csinálni. Szóval... Hát figyelj, az utolsó számomra is vannak kurva vonóták. Ja. Hát a következőnek jön a lista legmeglepőbb pontja számomra, az összes lista legmeglepőbb pontja, és no. nem gondoltam volna, hogy Olden witches lemezt fogok látni a te listáidban. Na no, hát miért? Nem pedig én nagyon szeretem a blueszt. Kb. megőrülök a bluesért. Figyelj, valószínűleg azért, mert hogy pont pár napja fejtegettük ezt egy cimborámmal, hogy mikor voltok a Ghost előtt az arénába, 2019 december azt hiszem, hogy a Tök sok emberen láttam a közönségből, hogy se ők egy se tribulation nem annyira vették. Nem, nem is feltétlenül illettek a ghost elő szerintem. Á, de jó, hogy de, nem mentem el. De, de, de barom jó buli volt szerintem. Tehát jaj, jaj. Nagyon oda tették magukat. És hogy én, én akkor szerettem meg igazán ezt a zenekart, mert hát hallgattam a lemezeket, tetszettek is a lemezek, viszont élőben olyat nyomtak, olyat nyújtottak, tudom, így néztem, és Ó, oh, oh, Hát ez a, na, megint a gyanisták, <laughs> megint úgy fogalmazni, hát úristen, ha van jól játszó zenekar, és tényleg ebből a blúzos, ilyen elszállós. Úristen, amikor így órákig tudod hallgatni ezt a zenét, akkor a trip az egész. Szóval én erre úgy fügtem rá, hogy a River of Glass zenekaromban az erdős szabi gitárosom mutatta, hogy így ezt figyeld, és így meg kell mennünk Bécsbe. Oké, okay, és, és akkor el is mentünk rájuk, és akkor megnéztük, és nagyon-nagyon beléjük zúgtunk, és aztán visszamentünk máskor is, de azt majd később elmondom, mert itt a Top 5 koncert élményben ők benne vannak, de hogy minden jó, nagyon-nagyon jól összerakott ö, dalok vannak, nagyon jól eljátszva és nagyon jól elénekelve, nagyon kedves hangszínnel. És baromiak a szöveg, szövegvilágunk szerintem, tehát tök jó hozzák Igen. ezt a okut hipirokot, vagy nem tudom, mi, mi, mindig kéne mondani, tehát hogy van valami, igen, igen. Ilyen földön túli benne. Aztán jön egy ilyen, hogy palasz, zolong forever. Ja, ezt azért írtam be, ez mondjuk így kilóghat a listából, de annyira én ezt azért szeretem, mert bármikor, vagy nem tudom, csak úgy előttem volt a spoti és ezt nagyon sokszor hallgatom, például habfürdőzéshez, <laughs> nagyon király, meg úgy az üzenete az egésznek, meg annyira kellemes ez a zene, és hogy elejétől végéig az, az így leszokott menni, hogyha berakom a kádba magam, és közben jól érzem magam. És néha az embernek muszáj ilyen felemelő dolgot... Hallgatnia, és, és nekem ez egy ilyen. És sajnos nem sikerült elmennem rájuk, mert ők is jöttek Magyarországra, azt hiszem, hogy az tavaly. Talán azt a, a nem a tudom, mikor, lett de, volna, de emlékszem, hogy voltak nem És régi. már be is írtam a naptáromba, hogy jó, de jó erre, most akkor végre elmegyek és megnézem őket, mert fogalmam sincs, hogy hogy néznek ki, mert őket csak hallgatom, és így annak még nem jártam utána, hogy hogy néznek ki élőben, vagy kik a tagok. Csak nagyon jó zene, valami jól össze van rakva. És végül azt hiszem bejött oda egy bulim, úgyhogy nem tudtam elmenni, mert muszáj volt. Ez a, a tipik, tipikus zenész nem? Igen. Hogy... De amikor a... lehet, én, én, elmegyek, hogyha nem én játszom, akkor, akkor elmegyek haverok koncertjére, vagy, vagy így bányászom, hogy éppen ki fog jönni olyan, aki a kedvencem. Múltkor a másik műsoromban volt a piramis vendég, és ott mondta a Pinyó hogy imádom azt a zenekart, egy voltak Magyarországon, hát nem játszottunk aznap, Jó, igen, igen. ez olyan rossz. <laughs> igen, amúgy ez a... És akkor az ember vehet ő... Rapjegy aztán elmehet külföldre. Igen. De az is jó, mert tök jó élmény, hogy akkor még, még egy utazással is, is összekapcsolódik. Hát plusz szóval. nem, nem fut össze ismerősökkel, és túl a zenére figyelni. Ja. Van előnye is azért ennek. Okay. A, egyébként ezt a palasztalám, ezt ismertem, és hogy az... De jó, hogy a, ismerted. Igen. És az mert volt, azt gondoltam, hogy azt nem fogod. De, 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 de <laughs> én nagyon széles skálán hallgatok én is zenét, <laughs> meg vannak olyan kedvenceim, hogy nem is gondolnád, és tök érdekes, hogy nekem sem fog eszembe jutni, hogy kimutatta ezt a lemez nekem, de az volt az első benyomásom, hogy elképesztően jól szól, tehát hogy ilyen, uh -huh. ilyen minden a helyén van úgy, ahogy Igen. kell, nem ilyen műanyag rész rossz hangzás, meg hogy ilyen, valahogy ad egy ilyen pozitív vibe amire fel tudsz ülni. Igen. Is. És, így évek után is, nem tudom ez hányos lemez, de hogy, hogy így az eltelt sok idő, azóta szerintem mióta kijött, és így mindig, mindig, mindig visszamegyek rá, mert valami olyan jó vibe -ja van tényleg, hogy így utána jól érzem magam. És aztán én a PG Harvey az amit már említettél. Na, no, csak... meg lehet rettegni. Mert ez tényleg egy kicsit olyan félelmetes az a lemez. Mikor megnézel egy ilyen szellemes, ilyen kísértett házas lemezt. Vagy a filmet, bocsánat. Igen. <laughs> De lemezt is megnézheted. Ja. A... Az érdekes, hogy euh, mikor először hallottam ezt elem, ezt nem figyeltem a szövegekre, meg így, így semmi, de hogy úgyis volt egy ilyen kis kísérteties hangulata, és amikor úgy leesett, mert euh, azt hiszem, hogy a, a nevű amerikai repert, nem tudom, hogy vágod-e, uh -huh. neki van egy olyan vállalkozás, a Steve Shipping. Az egy gyógyszer, nem? A, Igen, de, de <laughs> srácnak az ami ő, a művész, neve, Steve <laughs> Shipping, a fiatalembernek, aki egyébként filmeket rendez, és neki van egy sorozata, a, ahol házakat néznek meg, és akkor ugye ott csinálnak videókat, és járnak utána ennek, hogy vajon legenda vagy nem legenda. De jó. És azt hiszem az egyik részben, pont amikor utaznak az egyik házak, ezt a ezt hallgatják. Tehát és oh, akkor jaj. esetleg, hogy, ja, hogy itt van valami összefüggés. Igen, meg egyébként szeretem a félelmetes filmeket. Ebből ezt is le lehet vonni. Igen, Igen, Meg egyébként a, erről tudom, hogy mi, mi, mi ugrik be melyik szám, a silence. Állandóan, és a, ahogy az így burjánzik az a dal, annyira szeretem, hogy az a téma, hogy éneklés ilyen teresen így, így kiteljesedik. Nagyon szeretem azt a számot mi meg egy kicsit talán az Björkre is emlékeztet, és ő is nagy kedvencem kiskoromból. Fajonban. És akkor ezeket a csajokat én szerintem így összekötöttem, mert így <hül> egyszerre hallgattam őket, vagy ilyen egy időben kb. És így, ja, az is egy ilyen korszak, ami akkor volt, amikor mondjuk Tini voltam, és együtt nőttem velük. <hül> Ezen nevelkedtem. <hül> És aztán ötödiknek pedig felírta a második kedvenc Led Zeppelin lemezemet, a négyes. Ó, hát azt meg azért, mert igazából innen kellett volna kezdeni az egész műsort, hogyha, mint, mint amikor néztem a Leanderes adást, mert ott is van, hogy ahogy elindulsz, hát nekem az volt, hogy apukámnak volt rengeteg bakelitje otthon, és meg apu basszerozott, a nagybátyám gitározott, meg még a további felmenőkben is voltak zenészek, de de a legtöbbször ugye otthon már így szívtam magamba a zenét, amikor ő hallgatta ezeket a, a lemezeket, és akkor a Red Tap, meg Black Sabbath, meg Deep Purple, meg Pink Floyd, ezek mind megtalálhatóak voltak. Egy kis halász Judit mellett, <laughs> vagy első emelet voltak ilyen vicces dolgok, de hogy na erre, erre azonnal felkaptam a fejemet, hogy úristen, és ilyen szakadt volt a borító, ilyen papír borítója volt, és mert tökre rongyos volt a széle, és így, jó, azt így imádtam az illatát is, és így ez nekem nagyon kedves volt. És hát a világ legkirályabb éneklése, meg. Ja. úgy hát, ugye unblock az az egész zenekar, de hogy például amikor rockolok színpadon, akkor szerintem ő nagy inspiráció volt, hogy egy, igen, ahogy kinéz, úgy néz ki, mint egy csaj, ilyen szőkehajú és izé. Nem tudom, néha érzem úgy magam koncerten, hogy. És hát ilyen. Meg, <laughs> meg például a Plant. Igen. A Plant azon kevesek egyik, aki tudott méltósággal öregedni. Tehát, hogy így, így bá, nem is tudom megmondani, 19-be, 18-ba talán játszott Szlovákiában egy fesztiválon, és ott, ott láttuk a hú, nem fog eszembe hogy mi a zenekarának a neve, mindegy, és tudod, hogy igen, már nyilván nem, nem úgy, nem azokat éneklik uh -huh, ide, de uh -huh. mondjuk már a 2007-es bulin sem, ugye a Celebration day -en. De tudod, nem, nem, rossz, nem öreges, igen. hanem hogy úgy tudja, hogy mit, meg hogy kell csinálni. Mert hát mondjuk én elképesztően tisztelem a Led Zeppelint azért, mert ugye, amióta bonzó meghalt, azóta nincsen Led Zeppelin kész. Tehát, igen, ez... igen. Igen, mert én sem szeretem az olyan dolgokat, ami így tovább megy, izé. Pedig ugye, hát ahogy mondani, Keloli, ahogy, vagy. Ahogy, ahogy mondani szokta az okos komment szekció mindig, amikor ez felröppen, hogy ennyit meg annyit ajánlottak nekik egy-egy turnér, hogy egy dobos lehet pótolni. Persze, és a bonzot még lehet, hogy tudnák pótolni a fiával viszonylag jól, de akkor se. Tehát mondjuk valószínűleg pénzre nincsen szükségük. Tehát. Hát igen. Na mindegy, én nagyon örülök, hogy ez a zenekar, ez ez megalakult, és ő átadták ezt a csomó jó zenét. Mert ezen felnőni, ez állati jó volt. Mármint ez meghatározta, hogy rocker lettem. Amúgy figyelsz, tehát, hogy szerintem eleve egy nagyon jó zenekar belépőnek, meg aztán pláne, mert hogy ez hát tényleg meg, szempontjából is annyira inspiráló, meg olyan, úristen, de jó dolgokat énekel ki. És emlékszem, hogy a Black Dogot egy csomószor imádtam karaoke bulikon, és bevállaltam, és így tök jó volt, hogy így csajhangon énekel a csávó. Mert nekem jó, Viszél? mert csaj vagyok, oké, okay, jó, hogy megvan az a magas, de így... Hát most érted azért, na, tehát Starway to Heaven valahogy ja. nem, nem tud elcsépelődni, bármennyire, bármennyire a... és Igen. tök érdekes, hogy ugye később rengeteg zenekarnál visszaköszön ez a típusú éneklést, no, Great nár, Kingdom Come nál stb. De valahogy egyik sem tud ennyire király lenni. És de jó, hogy ezt mondod, mert egy csomószor van olyan, hogy hallgatok valami új zenekart, mondjuk fiatal, fiatalabbak, és, és konkrétan, úristen, ez olyan sztervétvihelvenes. Ja, hát a Itt hú, mi, mi, a, ezen a, ezen. mi annak a bandának, hanem mindig veszek szem embereken, úgy, hogy jól lepontoztam, a hammerben, meg is szóltak ért, ami egy az egyben ilyen ledzebb kópia, fiatal csapat, valami g-betűs, azt hiszem, Greta talán, mindegy. Van valami jó olyasmit. Borzalom, mint borzalom az... tehát hogy, hogy nekem, tehát ez a, szeretem, amikor valakiből kihallod a hatásait, amikor ennyire, az Van már e szerintem e nem e oké, igen, e igen. E aztán jön a Top 5 koncertélmény. Top 5 koncertélmény. Amiből ugye itt szintén csepegtettünk már, uh -huh. és akkor itt is van egy Bellini Incubus Ja, igen. Mert egyébként az első busz uh, buli, amire elmentem, az a gázométerbe volt, még a námbos uh, fiúkkal, és akkor emlékszem, utána a kocsiban aludtunk, és csak utána jöttünk haza, mert aztán jól lerészegettünk a buli után, de sikerült uh, megölelgetnem a Brandon Boydot, és uh, még közös fotóm is volt vele, és akkor ez ilyen tök jó élmény volt, meg úgy, hogy zenekarral mentünk ki, és akkor ki tudtuk vesézni, hogy uh, mi történt a bulin, hogy, hogy, kinek mit tetszett. Szóval az nagyon jó volt, és utána pedig, amikor az ex mentem Berlinbe, és akkor már ugye jó pár lemez még megtörtént közben, és, és ez meg azért nagyon jó esett az a, az a koncert helyszín is tetszett, ahol volt, most meg nem mondom, hogy mi volt a neve, de, de ilyen Tökéletesek voltak az emberek, szóval hogy így minden dolog klappolt, nagyon nagyon jó, jól szórakoztam ott, fantasztikus volt a koncert, mint mindig egyébként ők is tényleg mindig jól játszanak, mint a Deftons. Érdekes, hogy Németországban szerintem a legtöbb ilyen nagyobb koncerthelyen tök kedvesek az emberek, mert uh -huh. a a 19-es turnén voltunk több állomáson, és ugye minden olyan hipercukik voltak az emberek, hogy az egyik helyen emlékszem, hogy nem köszöntem hangosan, csak így eldörmögtem a bajszom alatt valamit, és így de rossz, éreztem magam, hogy mindenki ilyen cukij, én meg nem köszönök rendesen. <laughs> Tehát, én... Hát meg, meg, így szerettem is, így sokáig tanultam németül, hét évig, és akkor még elég jól tudtam. De mondjuk az, az, no, az régebben volt. <laughs> Egyébként vicces, hogy ha az ember nem használja azt a nyelvet, akkor mennyire. Elképesztően elkopott. El. Mert Elkopik, igen. most mindent megértek, amit mondanak, de így összerakni már tök lassan menne, mennek a. Hát főleg, hogy a német eleve elképesztően bonyolultod, és hogy én is. Hát így így, így bakoktam, és mikor voltunk legutóbb Bécs valami koncerten, alig tudtam kérni Jó, két vizet, és így nem jutott eszembe, értett, hogy mi a, a, a mentes víz. Majd... Oh. Savas, sparkling vesz okay, de na, mi, mi, a, ment, na, no, mi a mentes víz? Bújtosd meg meg ezt hogy a, kérje a mentes vizet, mert tudok <laughs> magyarul tudom. Ó, köszi, köszi, Egyébként igen. most ö, ezzel szórakoztam a Lufthansa-n, mm -hmm. hogy ö, <laughs> odafele már hogy akkor most németül fogok beszélni, azt jó, hát és így tök jó, hát az ment meg egyébként, amikor, amikor majd később jön az Olden beach Bécsben, akkor is sikerült elintéznem, hogy egy olyan benzinkuton, ahol nem is volt uh, ilyen nyilvános WC, uh, a dobosunk csajának már nagyon kellett pisilni, és uh, valahogy megkértem a csávót, hogy nyissa ki azt a azt a wc amit, amit ők használnak, hogy szálljon már meg, mert a Patricia ne, hogy izé <laughs> és Szóval, hogy azért megy, ha nagyon akarok németül beszélni, akkor megy, csak uh, csomószor előfordul, hogy angol szavakkal keveredik a, a mondat. <laughs> Aztán pedig van egy nagyon nagy fate no sziget. Aha, na hát ez, erre konkrétan emlékszem, hogy ott álltam a VIP-ban egy széken, és a pólóm alól kihúztam a melltartómat, és így lóváltam, mert ezt nem hittem el, mert egyébként a Mike Patton, ő is ilyen meghatározó gyerekkorom óta, ő meg azért már kb. a... Amikor volt a NAMP zenekarom, akkor mentünk többször játszani a FISH zenekarral, és a Christian miatt, mert a Christian imádta a Fate no és uh, mindig a Dig in the Grave volt a kedvencem, és az tök jól nyomta. <laughs> és akkor valahogy így rákattantam a, erre az egészre, hogy... Ez egy nagyon jó zenekar, nagyon jó számok vannak, tényleg nagyon menő. És ez a Csáó, ez egy ufó, hogy ő is annyi dolgot énekel az operáig, bezárólag, a, tényleg a hörgéstől kezdve, hogy így valami zseniális. És, és egyszer találtam a YouTube-on egy olyan videót, amikor a Björk elhívta a Mike Petont vokálozni a lemezére, és akkor kurva jó hallgatni, ahogy, ahogy a kis. Csajszi magyaráz neki, hogy ő, és akkor így csináljad, jó, és akkor úgy, és a csávót totál alázatosan így megcsinálja, amit kérnek tőle, és nagyon-nagyon szimpatikus. Úgyhogy, és itt pedig ebben a, 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 szigetes koncerten ezen fordult elő ez a cipőfűzős mutatvány, amit bemutatott, ami kurva undorító volt egyébként, nem tudom, hogy lenyelte a cipőfű vagyis az orrán bedugta, és kihúzta a száján, vagy fordítva, nem tudom már, hogy volt, de akkor oda sem mertem nézni, csak így. <laughs> <laughs> szóval egy állat ez a csávú, de nagyon mindig is lehengerelt, ahogy énekel, úgyhogy ezt föl kellett írnom. Aztán van egy Deftons a szigeten. Az még azért, mert akkor mentem ki először egyedül a szigetre, és, és akkor így még emlékszem, hogy mondták is nekem, hogy de nehogy már izé, nehogy eltűnjél, vagy valami bajod essen, és mondom, ó, gyerekek, nem vágátok a sziget, az egyik legbiztonságosabb hely, tényleg akármerre megyek, mindig van ott egy haver, éppen akkor jön oda, vagy, 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 pedig összehaverkodhatsz a külföldi emberekkel, mert mindenki nagyon barátságos, és nagyon nyitott, én azért is nagyon szeretek oda járni, meg azért, mert mindig mint hogyha néznék, hogy mit hallgatok Spotify-on, kb. A amire rá vagyok gyógyulva, azt jövőre biztos elhívják. Általában ez így szokott történni, és akkor majd, mindig megírom a kis listámat papírra, mert úgy szeretem, és, és akkor egy nap megpróbálok egy olyan 9-10 koncertet végignézni, szóval elég strapás, ezért nem is szeretem nagyon, ha jönnek velem, mert akkor mindig csak a baj van velük, hogy izé valakire várni kell, mert éppen kajás, vagy izé, jó, várjál, még veszek egy fröccset, jó, de már akkor elbukjuk a felét, főleg, hogyha nyargalni kell egy másik színpadhoz, de mostanság az a tendencia a legtöbbször, hogy ott a sátornál megállok, mert oda hozzák a én kedvenceimet. Úgyhogy uh, így, így volt ez uh, tavaly is, de visszatérve erre a detonzus múlira, ez uh, oké, okay, akkor most kimegyek egyedül a, a szigetre, és, és akkor de nem félsz? Nem, mondom, minden rendben, ez is kimentem, és... Uh, és már, már céltudatosan mentem, hogy Deftons lesz, izé, gyorsan érjünk oda időben, és akkor ilyen, ilyen buckás részem volt, ilyen, ilyen bokor is volt ott, és ö, emlékszem, hogy ilyen nagy darab metálós csávok álltak ott, és akkor mondták, hogy gyere, tessék, innen jobban látsz, és akkor így, hát így kell félni, egyedül kimenni a szigetre, szóval nagyon kedvesek voltak, és ez ilyen tök jó élmény, és nagyon tetszett az abuliuk is. Aztán van egy megint egy szigetes buli, a The Murder Capital. Ó, ez meg tavaly volt, hogy így erre nagyon ráfleseltem erre a zenekarra. Annyira nem voltam velük képben, meg hát még egészen újonnan feltörekvőek. <laughs> És ö, valahogy egy tavalyi évben nagyon sok ilyen, ilyen dárk, meg ilyen, nem is tudom, hogy mi, milyen irányzatnak nevezik ezt a amit ők játszanak, de ilyen, ilyen kicsit, kicsit depis, ilyen... Mm, na, ezt most hirtelen akartam mondani, de, de hogy olyanban voltam egy kicsit olyan, jó esett ilyen, 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 sötétebb zenéket hallgatni, és ő, úristen, ez annyira, annyira magával ragadott ez a koncert engem, hogy ő, a végén, amikor szavazni kellett, a, már úgy lehet, hogy mi volt a kedvenc én oda is beírtam, hogy a Möldőr <laughs> és utána egy fotós barátnőm az Instagramon láttam, hogy ő fotózta őket egy pár hónappal később, és, és írtam is neki, hogy úristen, hát ezek a kedvenceim voltak tavaly, és mondta, hogy jó fejek is nagyon, Na, hogy jó az... volt velük dolgozni. Szóval őket még várom vissza, mert, mert nagyon megszerettem a zenéjüket, és az is tök jó ilyen érzelmes zene, ilyen ah, nagyon jó esik néha hallgatni, hogy ja, azért... És aztán pedig van az előbb említett oldal, which is kétszer is. Igen. Szóval először volt, amikor kiment, kimentünk, ah, jaj, nem tudom, hogy milyen évben, de mind a kétszer a River of Last zenekarommal mentünk, csak éppen aki ráért, és akkor <laughs> ez az Arena Wien, ez egy nagyon jó kis hely, és én nekem meg sikerült megtalálni a milyen a sporthotelt, ami közel van hozzá, és mondom, na, ide még izé, négy kézláb is hazakúszunk, gyerekek, ez jó lesz. És a, ja, a szabbi mindig ezzel ő ugratott utána, hogy hát tök vicces, hogy ott álltunk a fiával a kezünkben a sporthotel előtt, és utána mondtam neki, hogy, hát, figyelj, másnap a reggelinél láttam bácsikat pesgőzni már korán reggel, szóval nem mi voltunk az egyetlenek. Minden esetre azért is nagyon tetszett, mert nem csak, hogy baromi jó zenéltek, hanem utána volt ilyen kis after party, mert van ott egy ilyen kis ház jellegű valami, ahol utána később lehet vegyülni a zenekarokkal, és az első ilyen buli után a gitárossal tudtam dumálni, a másodiknál meg, amikor mentünk, a Patricia barátnőm beöltözött mennyasszonynak, mert ő úgy gondolta, hogy most már oda fog menni a Charleshoz, és közli vele, hogy ő feleségül megy hozzá. <laughs> és tényleg most nem az volt másodikra, hogy első koncert után Persze, hogy az énekesnek így túrnéba voltak, és így el kell takarodni a buszban, és, ízé, és szépen aludni, mert utaznak tovább, hogy legyen jó hangja. Éh, ez azért olyan rossz, hogy ilyen lemondásokkal is jár a túrné élet. Szóval ő nem tudott akkor vegyülni, de másodikra elkaptuk a csávót, a Patricia még sörrel is leöntötte. De akkor. Ö ott nem tudom, ilyen hirtelen felindulásból egyszer csak így megölelt a csávó, és így úgy éreztem, hogy egész nesvél szeretete, és a blúzrajongók szeretete ő most így találkozott. Szóval nagyon jó érzés volt, hogy hát ott a fiúk vettek bakellitet is, meg ilyen, á, nagyon jó élmény volt. Szóval tanácsolom mindenkinek, hogy látogasson el az aréna vénbe, mert jó koncertek szoktak ott lenni, és nem kell sokat menni érte. Aztán jön az utolsó kategória, top 5 film. Top 5 film. Ami be és sorozatot is becsempészhet nekünk, Dorina, még hozzá Aha, mert ö, lehetett hogy úgy választani, hogy film vagy sorozat, de inkább gondoltam, hogy vegyítem, mert akkor na, nem lesz, akkor már több lesz az ötnél. <gül> <gül> És a Dark azért jutott egyből eszembe, mert annak olyan zenei ö, világa van, meg, meg a képi világa is, hogy sőt minden úgy komplexen nagyon-nagyon berántott. <laughs> Igen, annyira berántott az a sori, oké, okay, hogy a vége... Hm, Na mindegy, a, már követhetetlen volt. Utolsó, vagy? A harmadik évadot még nem néztem meg. Ja, jó, akkor te még nem, vagy azt hittem, hogy. Te, mert mondtad, hogy van, van benne olyan a mízé, ami neked nagyon nem, és azt hittem, hogy erre mondod. Nem, nem, mert nem, nem, nem figyelj, én, felháborodtak. <laughs> nem. Ö, nem tudom, mi van a harmadik évadban, mert én ezt egyedül néztem, uh -huh. és mi jöttem volna a harmadik évadig, addigra ugye már nekünk is lett otthon Netflix végre és pont akkoriban jött ki az 1899, oh, és ezt megnéztük a feleségemmel, yeah. és ez neki is tök tetszett, jó, és akkor mondtam, hogy jó, akkor mi megnézzük előre a dárkot és most várom, ah, hogy ez megtörténjen, nem. hogy majd együtt végignézzük hogy, a sorozatot. Igen. Király, de tök jó, hogy mondtad, mert én is ezt akartam mondani, hogy az 1899-et is ö, megnéztem, és, ö, és már annak is ugyanaz a világ volt, és akkor utána azt hiszem később olvastam, hogy ugyanaz a zeneszerző igen. csávó. Az egész alkotógány, ugyanaz. Igen, és aztán meg nagyon csalódott voltam, amikor azt le, le akarták tétlenül, vagy nem tudom, le, vagy, le, le most, vagy nincs is, nem nem, nem, nem lesz. lesz. Három, uh -huh. évad, három évadra tervezték azt is. Most abban bízok, hogy valami más streaming platform esetleg megveszítődött. De, de úgy az a jó benne, hogy igazából kerek egész így is, csak hogy azért ja, ez olyan, a a végén az így jó lenne, hogy folytatnák. Hát igen, de szóval, hogy így <coughs> nagyon jó, meg a a, a Darknál, meg ez, a, ez az idő, meg ott is, ez az időutazós cucc, meg az a az a 80-as évek Igen, tehát, hogy, hogy iskolás cuccok. Én azt, azt mondtam egy cimborámnak a dárka kapcsolatban, hogy ő még nem nézte mondtam neki, hogy ha meg akarod nézni, hogy milyen lehetne a Stranger Things, a tényleg jó lenne, uh -huh. akkor nézd meg a dárkot, pedig teljesen más a kettő. Egyébként Mern, tök hogy, jó, hogy bemondtad, mert hogy mindenki arra volt rácuppanva, én meg azt nem néztem meg, és a, így, Figyelj, az első volt a o, zseniális. Amíg a második évad is egész jó. A harmadik már nem annyira, a legutóbbi évad meg nekem olyan mindfuck volt, nem jó értelemben, tudod, hogy ilyen terjengős elnyújtott semmilyen, tehát annyira nincs a Darkhoz hol, tudod, jaj, hogy... Jaj, jó. Pedig nem jó összehasonlítani a kettőt, mert amúgy tök más, tehát Aha. hogy a... a, a a 80-as évek oké, okay, de már ugye csak azért is, mert az Amerika, ez hát, Németország ma azért teljesen más a kettő, meg teljesen jó. más a felső Meg egy felső kicsit lesz. van benne az a izé, ilyen, ilyen, ilyen a hátadon, mint a Csernobilos cucctól. Már azt is majdnem beleírtam ebben a listába, egyébként simán jöhetne, mert annak meg az a, az a Agya furcsága, hogy ott meg olyan zene van, hogy az nem is rendes zene, de olyan atmoszféra zene. Igen, igen. De ami totál rátapaszt a témára. Meg ebbe is van az az atomreaktora, igen, igen. is. és akkor így, nem tudom, gerjedek erre. Szóval ez hm. nagyon-nagyon behúzott az a sori. Aztán, <laughs> itt, aztán itt egy klasszikus, az ötödik elem. Ó, hát azt meg szerintem a, a világon a legtöbbször láttam azt a filmet. Mármint, úgy, Á, állandóan, hogyha kapcsolgatok, és azt elkapom, akkor tud és megnézem, hogy Lilu Dallas világ egy. <laughs> <laughs> Imádom. Meg, meg, meg eleve figyelj, az hogy annyira elbaszott film, hogy a pont attól zseniális. Tehát így, így ja. emlékszem, hogy mikor először láttam, akkor kurvára nem szerettem. És mikor a feleségemmel összejöttem, ő mondta, hogy nézzük meg, ő, 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 ő neki tetszett. Tud még fiatalok voltak minden, hogy jó, oké, oké, nézzük meg, tudod, imponáljak, jó. oké. De mondjuk ugyanígy jártam a Harry Potter, és Randi mozi, menjünk el, nézzük meg Harry Potter 3 moziba. Kurvára <laughs> nem voltam rá és így néztem. Mikre képes az ember, ha szerelmes? Á, ne is mondd, és már már, 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 több mint 19 éve, úgyhogy igen. És akkor megnéztük újra ugye a az ötödik elemet, és akkor tökre bejött. És azóta Na, meg jó. így bizonyos időközönként újra nézzük, és mindig tökre jön. Igen, és ahogy, ahogy öregszem, egyre jobban tetszik esküszöm. Meg mindig még, még abban is felfedezek újdonságokat, szóval így... Hát a lükbeszon annyi mindent rakott bele szerintem, hogy lehet, hogy teljesen sose fogjuk látni, vagy átlátni az egész. Amúgy is lükbeszon, így bejön, mint rendező. A Nagy Kékség, az például az nagyon kedvencem volt. Hát figyelj, Kedvenc szerintem nem. ő az ötödik elemig bezárólag hibátlan az életműve. Igen. Én szerettem a Nikitát is nagyon, meg hát Leona Profi, meg nekem egy ilyen jaj, óriási jaj, jaj. kedvence, nagyon meghatározó film. Aztán később is voltak neki jó dolgai, meg később is csinált szerintem kimondottan jó filmeket, de de ez ez a zseni, ami eddig csillogott, az, az szerintem később már nem uh -huh. volt. Nem tud, ilyen kezdéssel olyan elvárások vannak, hogy. Hát igen az is baj, ha az ember... Ja, ezt szoktam mondani, hogy ha írsz egy brutál nagy slágert, akkor utána mindig csak azt akarják majd játszani a rádiók, és így hiába küldözgetsz nekik mást, akkor í... Szóval jobb, hogy Hát valószínűleg ezért van minden Bon Jovi lemezen 2000 óta egy It's My Life. Ja. Aztán figyelj, fölírt egy olyan filmet, ami annyira meglepett, és a legpozitívabb értelemben, mert nekem az egyik liblingem az Egekura. Nekem is, de jó! Hát, és tehát üdv a Egyrészt egy azért, mert a Megi annyira gyönyörű benne, uh -huh. hogy félelmetes, ennél a filmnél csak egyben gyönyörűbb a, a Crazy heart de hogy eleve az egész egekura annak ellenére, hogy nem a, a zenész életről szó, szóval hanem szóval még az is totál benne van. Ja, hát meg úgy kezdődik, hogy This land is my land, this land is your land, nem is this land is your land, This land is my land From California To the New York Island És ez a Sharon Jones and the Dab Kings zenekar követte el, de hogy itt tök jó, hogy olyan jó a kezdése is a filmnek, hogy egyből hangulatba kerülsz, és a későbbiekben is jó, jók a zenék. Egyébként nem tudom, hogy a George Clooney beleszól-e, de amiben ő szokott lenni mondjuk az Oceans filmek, vagy valami, az mindig gyanúsan én, jók én úgy tudom, a zenék. ugyanaz, mint például az Adam Sandler szigorúan megköti, hogy mi lehet a soundtrack Aha. A filmjeibe. Tehát ezért van az, hogy a, a sok kretén vígjátékában, mint a nagyfiúkban, stb. mindig beődiktálja a szantreket. Az ezért látható, a foreigner tudom, Ace és ér, azt hiszem, hogy ezek neki haverjai, meg nagy kedvencei. Aha. És itt, meg hát amúgy az Kurána meg mennyire király, hogy nincs happy end. Ja, igen, meg nagyon, nagyon jó a téma szerintem. És pont a múltkor uh adta a tévé, és akkor a, a szerelmem meg még nem látta, és mondom, ha ó, hát figyelj, akkor gyere, üljünk ide, és én ezt, így, ezt bármikor szívesen megnézem újra ezt a filmet, és tök tetszett neki is, mert jó a bemondás is, úgy alapból a téma is, de meg azért is szeretem, mert imádok repülni, és akkor ő erre így rá van fleselve ott a George Clooney, hogy kimaxolja ki a pontokat, <gül> <gül> és megkapja a kártyát. Ú, uh, nagyon jó. Szóval így minden tetszik benne, és most, hogy újra néztük, most még jobban. Abszolút, amúgy én is tehát az a elsőre is nagyon tetszett, és stanna, nem tudom, hányszor megnéztük már, és, és minden egyes alkalmazta, hogy igen, ez, ez király. Igen. Hát aztán megfigyelj, Uber klasszikus Ford ferland <laughs> Ez meg azért, mert most, most megint ö, eszembe jutott, mert most volt a Szabulacinak a 40. születésnapja, és most Csongrádon ö, köszöntöttük őt. És ö, egyébként az 21-én volt, de 20-án van a, a szülinapja, és akkor uh, megláttam a tévéműsorba, hogy Ford felén, és így röhögve küldtem neki, bekarikázva, hogy nézd már a szülinapod, alkalmából leadják a Ford felén, mert tavaly azt csináltuk, amikor szoktunk oda Csongrádra szervezni ilyen dalíró tábort, vagy vagy a múltkor klippet forgattunk ott uh, izzóval, és akkor uh, pár napot ott eltöltünk a lacinál és, és akkor egyik este volt fejlényt néztünk, mert a Laci kívülről tudja azt a filmet. <laughs> Vagyunk ez egy páran szerintem. Ja, ja, ja. Ilyen. És meg ja, azzal szívattak, hogy Dorika, te olyan vagy, mint Zuzu Petáz. És akkor, amikor először mondták, akkor így mondom, úristen, de kurva rég láttam már volt mondom, nem is rémlik az úszópet, az nézzük már meg. És akkor megnéztem egyedül is, hát tényleg. Aztán megnéztük közösen is, és hallottam, hallgattam, ahogy a, ahogy a Laci már előre bemondja a mondatokat. Nagyon szórakoztató. Úgyhogy, hát persze, az nagy kedvenc az a film mert én kiskoromban néztem meg azt, nem tudom, hány évesen, szóval utána sok idő eltelt, és most újra így rákfleseltünk erre a filmre, és most ez így összeköt minket, izzóügyileg. Ugye ugyanazt, hogy tudom, láttam gyerekként, még úgy volt ráírva a videók az, hogy pedig rocknyomozó, tudod? Uh -huh. Megnéztük tökéletes, aztán kés évekkel később, amikor már ismertem a zenekarokat, meg zenészeket, és megláttam, elején babülök, meg ott a Vince-nél, tudod, tehát hogy ilyen, igen, igen. Szóval, hogy nem árt újra nézni az ilyen kult filmeket időről időre, mert... Hogy rájöjjünk igen. időről időre, hogy milyen kurva, jó? Igen. Hát figyelj, aztán ötödik helyre felírt egy öt, ami azért lepett meg, mert nem szokott ennyire friss film lenni a listákon. Ugye ez a friss Oscar minden, mindenkor, mindenhol. Aha, de ez csak azért jutott eszembe, mivel kicsit előbb ö, ugye szóba hoztam a szánnak a zenekart, és hogy pont ö, voltam a, a legutóbbi koncertjükön, az akvában és akkor be is mondta az egyik csávú, hogy akkor... Úristen, ki, tegye fel a kezét, aki már látta, de akkor még ide se írt hozzánk az a, Igen, az kicsit, a film. Igen, kicsit megcsúszott nálunk. Jaj, ja, de aztán egyszer csak, ah, nem is tudom, Netflixről rakták, vagy hova, hogy hol láttam. Nem tudom én hogy hol van fent. De. Vagy nem letöltöttük. <laughs> és úgy néztük meg, és úristen... Annyira durva. Hát az olyan sok az a film, mert mint hogy egy csomóan panaszkodnak, hogy úristen, az rohadt sok, olyan, mint a Mars volt a Igen. hallgatni, tudod. De, de hogy annyira jó az egész, annyira kerek, hogyha odafigyelsz, tényleg. Szóval az valami zseni egy alkotás. Én, 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 tök, meg voltam sértődve, ugye, hogy nem a Sziget szellemei kapta az Oscárt, hanem Aha. ugye ez a film, és akkor így ö, érdekes módon megint csak a Gróf Balázsra kell visszautalni, a Balázs mondta, hogy figyelj, ez egy újító, másmilyen, nem akarták uh -huh. ugyanolyannak adni ez az, és így mondom vázsnak, hogy bazd meg igazad van. Igen, még rengeteget szoktam mert, mert mert, mert Ilyen a jó barátság, hogy rengeteget mutatkozunk és így, így ú, utána azzal sungal, ahogy hogy ezt megbeszéltük, leültem, megnéztem újra, ó, az meg, mert értem, miért kapott uh -huh. érted? És hogy így, így, tényleg tök jó a film, csak az, hogy, hogy Baromi nehezen áll össze, dolgozni kell az ember igen, agyának, és oda figyel. kell figyelni, igen, tehát hogy tök ritka az ilyen film, vagy az ilyen alkotás, ami meg tudja dolgoztatni az ember agyát úgy, hogy azt, azt mondod a végén, hogy ma, ezt megértem megnézni, mert bírom én a blockbustereket, uh -huh. semmi baj ezzel, bírom a mozikat is, de én sokkal jobban szeretem az ilyen lélekrágó filmeket. Aha. A feleségem szokta mondani, ez a lélekrágó film. Ez mit tudom én, imádom a Terence Malik filmeket, és akkor tudod, hogyha nagyon nem, nem tudok mit nézni, akkor megnézem itt az életfáját, vagy valami ah. ilyesmit, és akkor utána egy... ennek a cipőbámuló napokban. Igen, igen. Én is nagyon szeretem az ilyen töklehúzós drámákat, meg ilyen... Igen, ami így marcangol. Na mindegy, de ez, ilyen, ez tényleg egy nagyon újító film, és úgy, hogy, úgy, hogy imádom a szánlakszót, így kötelességnek is éreztem, hogy új, ezt meg kell nézni, és, és nagyon, nagyon kellemesen csalódtam. Amikor, hát, Vagyis zeném, szó, hogy nagyon tetszett, jó. igen. Mert csak már, már beszéltek róla ezt-azt, és akkor így nem hagytam magam megvezetni, és nekem nagyon tetszett, és örülök, hogy, Örülök, hogy a Sunlux csinálta a zenéjét. Remélem, meg máskor is csinálnak ilyet. Szoktak filmzenéket csinálni, hogy én néztem, úgyhogy biztosan. Ja. Hát Dorina, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a meghívást, és nagyon jól dumáltunk. Szerintem is. És szerintem nektek is tetszett, mert meg szoktam érezni, hogyha egy adás olyan, ami amire azt mondják majd a hallgatók is, hogy igen, ez király volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Ha minden igaz, a következő adásban Radics Peti lesz a vendégem, ha nem, akkor elnézést kérek, és a leírásban megtaláljátok, hogy hol tudjátok követni Dorinát. Ajánlom mindenkinek, illetve azt is, hogy hol tudjátok támogatni az adást, illetve a csatornát, ha szeretnétek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Ez volt az Adj egy ötöst! Tartsatok velünk legközelebb is! Adj egy ötöst! A a műsort a PPO Presence Hungary készítette.